tematikus piknik lesz Robinnak és Csodalánynak. Egy piknik? Egy lányal? Minden rendben lesz. Csak légy önmagad. Rendben. Legyek önmagam. Mit csinálsz? Meg kell mutatnom az izmaimat! De azt senki se akarja látni! Jaj, de rettenetes! Nem kellemes! Ez a te hibád. Te mondtad, hogy legyen önmaga. Ja, Robinnak inkább Gézengúznak kellene lennie. Ilyen egy menő fickó. Mi lenne, ha úgy csinálnák, mint Cyrano de Bergerac a színpadon? Ki ez a szirupalak, és mit csinált? Elbújt egy bokorban, és segített a haverjainak szépeket mondani a randikon. Nekem tetszik, pont olyan, mint a romantikus filmekben. Már jön is. Gyertek, bújjunk el! Szia! Szóval, tudod, akarod látni az izmaimat, vagy... Jaj, de rettenetes! Kirázd tőle a hideg! Ne félj, mindjárt eljátszom ezt a bokorból suttogót! Na figyelj, mondom, mit mondj! Na gyerünk, ülj már le és piknikezzél! Nem fogom ezt mondani! Itt a bokor suttogó, most mondjad szépen! Jó! Na, gyerünk, ülj már le és piknikezzél! Oké. Hát ez elég fura és szokatlan, de túl udvarias vagyok, hogy ilyet ki is mondjak. Most mondd, itt van kenyér! Itt van kenyér! És most jöhet a puszi! Hát ez rettenetes! El az útból, itt jön az igazi de Bergerac! Hölgyem, ha az étel is olyan kellemes, mint a társasága, akkor meg fogom dicsérni a séfet. Ez még rosszabb. Mondd, hogy szereted a lovakat. A lányok szeretik a lovakat. Csak légy önmagad! Ne beszélj az izmaidról! Beszélhetek a bátor hajjal! Mondd csak, hogy olyan finom, mint egy croissant! Mondd csak, tudom magyarázni. Világos, hogy hallgattál a barátaid rossz tanácsára, és meg is értettél. De most éppen nagyon nyomaszt az, hogy gondjaim vannak a barátommal. Hé, várjunk csak, neked barátod van? Hát, csak a volt barátom. Épp most szakítottunk, de úgy tűnik, hogy újra összejövünk. Na mindegy, most megyek és ki fogok borulni. Úgy tűnik, egy lány sem akar megcsokolni engem. Jobb, ha a fáknál próbálkozom. Nem, ez azt jelenti, hogy itt az idő egy nagy tetre. A főhős minden romantikus filmben valami vakmerő és veszélyes dologgal bizonyítja az érzéseit. Ha teszek valami ostoba és veszélyes dolgot a szerelem nevében, akkor megbocsát nekem. És megkapod a csókot is. Ez nem lehet gond. Jók vagyunk a veszélyes dolgokban. Minden a helyén, srácok. Butaságok bekészítve. Én meghoztam a veszélyes dolgokat. Oké, na felkészültél? Nem is tudom. Gyerünk, meg lesz az a csók! Lánytábor. Micsoda ostobaság! És veszélyes is volt! Aggódnom kellene a döntéshozó képességed miatt, mégis hihetetlen, de elájultam tőle! Összejönnek! Jaj, a volt barátom! A favágó a volt barátod! Ő a szükséges akadály, aminek leküzdésével bizonyíthatod, hogy elég jó vagy! Favágó! Elvetted tőlem a fa barátnőmet! Nem hagyom, hogy elvedd az ember barátnőmet is! Hát legalább többet nem mutogatja a combját. Itt az izom ideje.